Tehát már beszélt a fiúkkal, mit mondott nekik az öltözőben, amit megtudhatunk? Hogy mit mondtam nekik? Igazából nem tudtam nekik sok mindent mondani. Úgy gondolom, hogy az első fél időben meglehetősen jól versenyben voltunk, jól teljesítettünk, igazából voltak természetesen ott is hibáink, de a pressing irányába elmozdultunk, természetesen az egyes vonalak között voltak, maradtak némi helyek, és ezeket aztán ki is használtuk, de igazából ez az első fél idő volt a második fél időre. Igazából felesleges bármit is mondani, mert hogyha valaki négy gólt kap egy fél időn belül, mindenféle reakció nélkül, akkor az magáért beszél, az teljesen el kell felejteni azt a fél időt. Természetesen 5-0 az eredmény itt Németország ellen. Ez egy szégyen teljes eredmény számunkra. Szégyenlünk kell magunkat emiatt, az eredmény miatt. A fiúk is szégyellik magunkat, én is szégyellem magamat. Mint ahogy mindig mondom, az első felelős, hogyha ilyesmi történik, az mindig maga az edző. Tehát igazából szerintem túl sokat nem lehet mondani ezzel kapcsolatban. Néha, hogyha vereségre kerül sor, azt mondta, hogyha valaki nem követi 100%-ban a szabályokat, akkor ez lesz az eredmény. Ez volt a második félidő problémája, vagy valami más, mert a struktúra megsérült gyakorlatilag. A második félidő során nem sikerült egyetlen egy párbajt sem megnyernünk. Számos paszt adtuk el a labdát, akkor is, ha nem kényszerítettek rá bennünket az ellenfeleink. Az elsőben megnyertek párosokat, sikerült megszerezni a labdát. Mire vezethető ez vissza? Az első és a második félidő között azt tettük, amit általában szoktunk tenni a szünetbe. Arra két-három dologra próbáltunk fókuszálni, amit megtehetünk a második fél időben, de a második gól után, bekapott gól után eltűntünk a játéktérről gyakorlatilag, és ez elfogadhatatlan. Különösen akkor, amikor Magyarország színeiben játszunk. Ez olyas valami, amit nem lehet elfogadni. Néhány nap áll rendelkezésre, hogy újra felépüljön a csapat. Igen, három nap fog eltelni, és Bosznia ellen fogunk játszani. Természetesen ennek lesz pszichológiai aspektusa is. Ugyanis, hogyha nem tudunk reagálni erre a felmerült szituációra, akkor mindenkinek gyakorlatilag el kell tűnni a színről természetesen, ez világos.